Na, hello, szevasztok, folytatjuk a Painkiller Overdose-t. Hatodik pálya jön. És ugye egyetlen egy tarot kártyám van. Szerintem úgysem fogom végigvinni, ez még ugyanaz a felvétel session. Itt most miért tölt ilyen gyorsan? Eddig miért nem tudott ilyen gyorsan tölteni? Nem érdekes? Szerintem ez tök érdekes. Milyen gyorsan betöltötte ezt? Na jó, még mindig tölt mondjuk. De milyen gyorsan végigment itt a csík? Hát az korábbi pályáknál mennyire lassan ment? Ha. Ez érdekes. Aha, tehát ez ilyen... Ja jó, oké. Ez ilyen csalás volt. A játék itt is átvert, hogy... Habár, de kicsit gyorsabb volt a betöltés, mégiscsak. Aha, boss! Ejha! Igen, bo... Ó. Ja, hogy én... Aha! Kapok egy ilyen picike arénát. Jó, köszönöm szépen. Au. Geht dir etwa schon die Luft aus, Ronny? Le tud lökni a kövekkel. Hát hogyha itt bunny hoppolok össze-vissza, akkor amiatt fogok leesni a szakadékba. Most miért nem lehetett az egész pályát meghagyni a játékosnak, hogy akkor... Miért kell egy icike-picike arénát adni neki, hogy azért is lehessen? Ez megint értelmetlen szopatásnak találom egyébként. Miért kell ilyen hülyeséget? Mindegy, megpróbálom valahogy megölni. Sejtem, hogy hogyha világít ott a mellkasa, akkor lehet sebezni, ugye? Tehát most. Mondtam már, hogy ez a játék milyen extrém mértékben, ebben a játékban mennyire iszonyatos mértékben el van cseszve a balansz. Egyrészt ezt a boss végtelenül egyszerű kinyírni, milliószor könnyebb, mint az eddigi pályák. Az eddigi pályákon a kihívások végtelenül őrült, totál nonsense feladványok voltak. Ez a kihívás, a 3 perc, ez meg annyira végtelenül pofon egyszerű teljesíteni, hogy... Nem értem ezt a játékot egyszerűen. Jó. Sikerült, de... Ez a boss harc is azt bizonyítja, amit egész eddig panaszkodtam, hogy ennek a játéknak a balansza iszonyatosan el van cseszve, tehát ez is szimplán nagyon rossz. Your every step damages nearby monster. Igen? So, der Weg ist frei. Es gibt nichts Süßeres als den Duft der Freiheit.
Ich kann kaum glauben, dass ich das sage, aber es ist schön, hier zu sein. Du magst entstellt, chaotisch und verwahrlost sein. Aber du hast etwas, das ich will. Also, wo war ich? Oh ja, spielen wir Fangen. Komm zu Papi. Jó. Halló? Halló? Ezt... de én... hogy tudom használni ezt a... kártyát? Miért nem tudom megvenni? Halló? Játék? Na, végre, köszönöm. Én. Ja, ezek az aktív kártyák, igen. Egyszer lehet elhasználni egy pályán. És érdekes, hogy minden lépés sebzi a közelben lévő ellenfelet. Oh. Hát ez a videó egy picit rövid lett. De hát megint csak logikusan próbáltam megközelíteni a dolgot, mivel én arra számítottam, hogy ha az első öt pálya annyira szopatos volt, és nem egyszer meghaltam, biztos voltam benne, hogy a bosszal el fogok tölteni egy fél óráskát, vagy legalább 20 percet, de arra a legkisebb mértékben sem számítottam, hogy 40 másodperc alatt megalom. Nem azt mondom, hogy baj, csak nem mindegy. Legyen egyelőre ennyi a Painkiller Overdose, hát én megmondom őszintén, hogy az emlékeimben teljesen más, hogy élt ez a játék. De ugyanakkor örülök, hogy felfrissítettem az emlékeimet, mert így legalább most már mai fejjel teljesen más, hogy látom a dolgokat, és nem hamis kép tárolódik el a memóriámban erről a játékról. Ez a játék szimplán nagyon gyenge alkotás. Hát azt mondtam, mondanom sem kell, hogy a Black Edition meg sem tudja közelíteni. Kár, mert egyébként a háttérsztori nekem érdekesnek tűnik, de az egész játék, maga a játék design, az ellenfelek, azok viselkedése, nem tudom szebben mondani, engem iszonyatos, számomra bosszantó ez a játék, de nagyon. Én utálom, ha egy játék unfair módon próbál nehéz lenni, itt ez hatványozottan igaz, én így érzem, számomra ez így már nem szórakoztató legkisebb mértékben sem, hanem inkább frusztráló, úgyhogy emiatt én itt most abba hagyom. Úgyhogy egyelőre ez a hat részes sorozat, ez maradjon egyelőre bemutató jellegű. Úgyhogy akkor ez mégsem végigjátszás lesz, ezt majd címben azért egyértelműsíteni fogom, tehát nem végigjátszás lesz odaírva egyelőre, mert ugye csak akkor írok be egy videó címében végigjátszás, ha azt a játékot tényleg végigvittem a stáblistáig. De ez így... Minden esetre... Jó, itt nem is tudok menteni? Habár van automata mentés végül is, ugye, az énél. Turn to map. Nézzünk bele a legelejébe. Hogy néz ki az eleje. Itt csinálok egy nagy mentést, amint betöltötte a pályát. Látod, megint nagyon-nagyon lassan megy. Az előző boss pályát, ami egyébként... Hát...
nem volt olyan pici, csak a játékos területe volt nagyon-nagyon pici. Egyébként azt sem éreztem túl fairnek, főleg az izé miatt, tehát ugye ott nagyon-nagyon picike területet kapott a játékos, milyen mini aréna volt ott, meg a sziklákkal is le tud lökni a boss. De... meg hát amikor dobálta a sziklákat, tehát esélyed nincs kikerülni, tehát... Ez tényleg a boss az arról szólt, hogy ki tudja gyorsabban szétdarálni az ellenfelet. Fogod a nyílpuskát, és ha minden lövés talál, akkor te nyersz. De ha többet mellé lősz, akkor ő nyert. Ajajaj. Ja, ez most megint picit lassabban. Ein toller Tag für einen Spaziergang durch das Fegefeuer. Jó, tehát ez így néz ki. Na, new save, ne csinálok egy nagy mentést, legyen egy ilyen is, bár... Nem is tudom, van felhőmentés? Azt hiszem nincs felhőmentés, ugye? A játékhoz nincsen Steam felhőmentés. Úgy tudom, azt hiszem nincsen sajnos. Mindegy, hát... Egyelőre akkor legyen ennyi. Painkiller Overdose. Egyelőre nem szándékozom folytatni, úgyhogy maradjunk egyelőre így ennyiben. Nem tudom, hogyha esetleg sokan akarjátok majd, hogy folytassam, ha lesz rá nagyobb nézői igény, akkor lehet, hogy egy nap majd valamikor ráveszem magam, de szerintem nekem ebből így ennyi elég volt, mert... ennyi. Nekem ez nem szórakoztató itt már. Lehet, hogy a másik fejezet jobb, van rá némi esély, nyilván, nem tudom. De minden esetre most egyelőre én félreteszem ezt a játékot. Minden esetre ez a rövidke 40 vagy 42 másodperces boss fight tetszett, nyomj egy lájkot, aztán találkozunk egy másik videóban. Szerintem lehet, hogy inkább folytatom a Doom 64-et. Lehet, hogy jobban járok vele. Na, oké. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!